A Nagybecskerek Hivakok és Gyengénlátók Szövetségének 292 tagja van. Az egyesületet már 1948-ban megalapították. Azóta sok változott. 10 éve ezelőtt nem volt valami jó, de most már jobbra megy az egész helyzet. Vannak ezek a szemaforok, amin lehet, aki kicsit is lát, aki nem hal egészen jó, vagy a gyerekeknek, hogy átmehessenek az átjárón, mert az megvan az a hangszóló a szemaforon. Dudás Mária elmondása szerint a látás elvesztése nem ritkán lelki bántalmat okoz. A szövetség tagjai nagy támogatást nyújtanak egymásnak, segítenek az új tagoknak a beilleszkedésben. Attól függ, hogy ki hogy van talán rákészülve arra, ja, valamire, mert van olyan látásvesztés, akinek egyszerű bejön, mondjuk rá 3 nap alatt elveszi a szemelátását, van, akinek az tovább fejlődik, és akkor van neki több ideje, hogy ugye rászokjon arra mindenre, és akkor föltalálja magát egy kicsikét másképp. A Városi Önkormányzat alapítása óta segíti a Vakok és Gyengénlátók Szervezetének működését. A városi költségvetésből biztosítjuk 2 alkalmazott fizetését, valamint segítünk az irodai kellékek beszerzésében és a projektumok megvalósításában. A szövetség az elkövetkező időszakban a nagybecskereki általános iskolákban a vakokhoz, illetve a gyengénlátókhoz való viszonyulásról szervez előadást a 3. és 4. diákoknak.